következő mesét Tika küldi neked a K&H Gyógyvarázs Mesedoktor programon keresztül, és azt kívánom, hogy gyógyulj meg mielőbb. Ebből a könyvből fogok olvasni, Micsoda idő, Berg Judit. Panka és Csiribi. Ezt a rózsaszín ruhás tündérlánykát Pankának hívják, az erdő közepénél egy öreg tölgyfa első emeletén. Puha mohából van az ágya, s virágszírom a ruhája. A tündérfiú neve Csiribi, ő is az erdőben lakik, egy odvas fenyőfában. Panka és Csiribi barátok. Panka nyáron szamóca lekvárt, cseresznye kompótot szokott eltenni, a lekvárhoz aztán süt egy kis palacsintát, vagy készít egy nagy tepsi süteményt. Csiribi legnagyobb örömére. Csiribi úgy szereti az édességet, hogy evés után mindig csupa porcukor az orra. Nem csoda, hiszen Panka süti a legjobb áfonyás pitét az egész erdőben. Csiribi bezzeg kerüli a konyhát, mindenféle szerkentyűt képes megjavítani, télire motoros hókotrót fabrikált, fakérekből, csavarokból, húzalokból. Mókus mamának megígérte, hogy liftet is épít a fenyőfára, hogy ne kelljen annyit cipekednie, de a főzés az nem megy neki. Még kedvencét, a forró csokit sem tudja elkészíteni. Egyszer aztán megelégelte, hogy semmi sem sikerül, és amikor a pirítós is odaégett, a tej meg kifutott, Csiribi elhatározta, nem főz ő soha többet. Tűzhelyét Borznénak adta, és azóta Pankához jár, ha egy kis finomságra vágyik. Átröppen hozzá, bekopog az ablakon, és azt mondja, Panka, tudod, mire gondoltam? És Panka tudja. Csak nem egy kis forró csokira. Panka nem csak sütni, főzni, hanem énekelni, muzsikálni is szeret. Mindenféle hangszeren tud játszani, már hárfán és citerán is. Egy valamit azonban nem tud, repülni. Pedig vannak neki szárnyai, de valahogy nem sikerül velük magasba emelkednie. Hiába próbálgatja, gyakorolja a repülést, a kökény bokornál feljebb még sose jutott, ezért inkább gyalog jár. Néha, ha messzire kell mennie, azt mondogatja magában, jaj, ideje volna már beszereznem egy biciklit, hogyha már repülni nem tudok. A tölgyfaházikó első emeletére sem tud felröppenni. Csiribi épített neki kacskaringós csigalépcsőt, azon szaladt fel a kislakásba. Kereshetett volna földszinti lakást is, de akkor a madarak ritkábban járnának hozzá vendégségbe. Így csak kitárja az ablakot, és a csiripelő barátai kiberepkednek rajta. Csiribi viszont ügyesen repül, egész nap meg sem áll. Ide röppen, oda röppen, fák tetejére ugrabugrál, levegőben forgolódik, nem fél senkitől, még a félelmetes hírű nyest is a barátja. Egyszer régen Csiribit is meg akarta enni, de Csiribi magasba röppent és úgy kiáltott. Én most elbújok, ha megtalálsz, megehetsz. Olyan jól elbújt, hogy a nyest hiába kereste, sehol sem találta. Végül kiabálni kezdett. Gyere elő, Csiribi, nem akarlak már megenni, leszel a barátom? Csiribi előjött, és barátok lettek. Azóta nagyokat szoktak bujócskázni, mert mindketten csuda jó búvóhelyeket ismernek. Csiribi egyszer Panka tölgyfájának gyökerei közé akart bebújni, de a földszinti lakás ablakán kidugta fejét a vén szarvasbogár, és rádörrent. Mit művelsz, te csibész? Tönkre teszed a házam! Csiribi megígérte, hogy nagyon vigyáz, de az öreg olyan dühös volt, hogy Csiribi végül más búvóhelyet keresett. De a szarvasbogár bácsi csak zsörtölődött tovább. Zsörtölődött aznap, zsörtölődött másnap, sőt, a bujócskázás előtti napon is zsörtölődött, mert az öreg mindig mérges volt. Régebben még Pankára is haragudott. Ha a kicsi tündér furujázott, az öreg szarvasbogár felkapott egy botot, és azzal dörömbölt az ajtón. Csend legyen, hé! Utálom a lármát! De Panka fogta magát, és egy nagy tepsi áfonyás szamócás süteményt sütött, tetejét meghintette porcukorral, és bekopogott az öreg szarvasbogárhoz. A szarvasbogár bácsi dír megett, dör mögött,
végül elfogadta a süteményt. Addig ette, eszegette, míg jobb kedvre derült, az utolsó falat után még el is mosolyodott. Azóta nem haragszik Pankára, sőt, amikor a kis tündér furujája egyszer bedugult, kölcsön adta neki pipa tisztító keféjét, hogy azzal tisztogassa meg hangszerét.